Szép napot kívánok! Búzás Mihály vagyok, internet marketinges. Ez egy teljesen új szakma, és tulajdonképpen embereknek akarok segíteni abban, hogy ezt a szakmát el tudják sajátítani, és tudják alkalmazni. Hogy miből indultam ki? Abból, hogy nagyapám, mikor leérettségiztem, azt mondta unokám, itt az élet három aranyszabálya, ezt a hármat be kell tartani, és akkor az életbe sikeres leszel. Az első az, hogy lépj, a második indulj, és a harmadik mutasd meg más embereknek is, vagyis segíts az embereknek. Én megfogadtam neki ezt a tanácsát, és épp azért döntöttem úgy, hogy mivel kitanultam ezt a szakmát, jó, az igazság, hogy már nyugdíjas vagyok, tehát van időm, ráértem a neten keresgélni, és megtaláltam egy teljesen új szakmát. És mivel még 53 éven a háta van, ezt az új szakmát valamit tanultam, de mivel az egész világon egy informatikai forradalom zajlik. Gondoljatok csak bele, hogy két évvel ezelőtt a Facebookot még alig ismerték, tulajdonképpen kiismerte a Facebookot az ifjúság. Tehát az a generáció, aki beleszületett ebbe az egészbe. Nekem is az unokáim mindig mondták, hogy jaj, ez volt a Facebookon, ez volt a Twitteren. Én hülyeségből mindig mondtam nekik, hogy gyerekek, mi a fene ez, és mivel lehet kiirtani? Tehát idegbajt kaptak tőlem. Tehát a Facebookon jelen pillanatban naponta több százezer új jelentkező van. Jelen pillanatban több millió ember használja a Facebookot. Több millió embernek van honlapja. És tulajdonképpen itt van a nagy félreértés a honlapokkal kapcsolatban. Nagyon sok cégvezető eldicsekszik vele, hogy hú, 100-150 ezeré, olyan meg 200 ezeré, olyan honlapokat csináltak, hogy hú, csodájára jár az egész világ. Csak egyetlen egyet felejtenek el, hogy rajta kívül ezt a honlapot más nem látja. Ahol például több vállalkozó, több dolgozó van egy cégnél. Csináljatok egy felmérést. Kérdezzétek meg, hogy ki látta és ki ismeri a honlapot. Meg fogtok döbbenni az eredményen. Hátast fogtok dobni. Mert még a saját dolgozóitok se közül, se mindenki ismeri a cégnek a honlapját. Mivel az internet egy teljesen új médiafelület, teljesen másképp működik, mint a hagyományos kereskedelem. Megvannak az alapszabályok, amiket el kell sajátítani. Legelőször egy kicsit a gondolkodásmódot, tehát ebbe a 15 centibe kell kitárni a kapukat, hogy be tudjam fogadni az új információkat. Ugye? 10 évvel ezelőtt még azt se tudtuk, hogy mi a Facebook. Internetről jó, hogy hallottunk valamit, de például nem tudjuk, mi az, hogy elkap oldal, nem tudjuk, mi az, hogy jó, most már tudjuk, Gmail, e-mail, Twitter, sorolhatnám tovább. Tehát mennyi újdonság, meg mennyi minden megjelenik az interneten. Én abban szeretnék segíteni, aki nyitott rá, hogy egy új vállalkozást akar indítani. Annak megmutatni az internetes marketing működését. Hogy hogyan működik.
Mi az, ami elősegíti azt, hogy egyre több és több terméket vagy szolgáltatást tudjak rajta eladni? Azért mondom, hogy új vállalkozások, mert ezek az új vállalkozások például segíthetnek abba, hogy az idősebbeknek segítenek. Ugye? Van egy 50 éves cégvezető, van valami terméke, ami idáig nagyon jól ment. És azt veszi észre, hogy napról napra kevesebb a forgalom. Ha viszont talál egy új internetes marketingest, akkor az ő segítségével meg tudja növelni a forgalmát, vissza tudja állítani a régi időket. Ugye? Tehát lehet egy szakmát tanulni, amit el lehet sajátítani, és utána lehet alkalmazni. Csak most pár szóval elmondom, hogy például az internetes marketingnek van 3 alapszabálya. Egyrészt létrehozok, gyűjt és konvertál. Mit kell létrehozni? Létre kell hozni egy adatbázist. Egy olyan adatbázist, akinek utána majd ki tudom küldeni a hírleveleket, meg tudom mutatni a cégnek a termékét meg a szolgáltatását. Általában a második hibát nagyon sokan itt követik el, hogy mindent leírnak a termékről. Minden. Hogy működik, milyen csavar van benne, ki tette bele a csavart, most csak így hülyeségeket mondok, de tényleg ez a valóság. Az embereket nem az érdekli, hogy a termék miből van, és hogy állították elő, kitalálta föl, stb. Stb. Az embereket egyetlen egy érdekli, hogy ő neki ez a termék milyen előnyt ad. Ugye ezt is meg kell tanulni. Mert régen elég volt, kiraktunk egy tévét, kiraktunk egy rádiót, vagy kiraktunk egy mosógépet a kirakadva, az emberek megnézték, tetszett nekik, megvették. Igen ám, de az internetnél, hogy ezt az emberek megnézzék, ahhoz egy felépítményt kell csinálni. Ugye? Össze kell gyűjteni ezeket az embereket, akik érdeklődnek a termékeink iránt, vagy szolgáltatásunk iránt. Utána el kell készíteni egy captörtést. Tulajdonképpen ez egy töltsér, amiben összegyűjtjük ezeket az embereket. Ezek az emberek közül lesz, aki nem fog vásárolni most jelen pillanatban, de lesz, aki rögtön adja a bankkártyáját. Tehát ezeket meg kell tanulni, el kell sajátítani. Ez idő. Idő. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most megvan a weboldalam, ömlik be a pénz. Én a cégvezetőktől mindig azt szoktam megkérdezni, figyelj öreg, megvan a weboldalad, kifizett érte 100-150 ezer forintot, értem? Alkalmazol egy informatikust. Egyetlen egyet árulj el nekem. Volt-e 10, 20, 50 vagy 100 ezer forintos bevételed a weboldaladról? Tehát ott szája nézne. Ha? Miről beszélsz? Hát mondom, a weboldalad. Hoz valami forgalmat? Tehát egész, hogy mondjam, az emberek a hagyományos kereskedelemmel gondolkodnak. Ezt el kell felejteni. Én merem állítani és lemerem fogadni bárkivel, hogy 5 éven belül minden kereskedelmi termék vagy szolgáltatás az interneten keresztül fog eljutni a vásárlóhoz. Egyrészt azért, mert az emberek lusták. Ugye? Gondolj bele, akarok venni egy új tévét. Akkor elmegyek egyik plázába, elmegyek a másik, mit tudom én, MediaMarkthoz, elmegyek a Tescóba, végignézek egy csomó helyet. És utána amelyik tetszik, azt fogom, azt megveszem.
De viszont ma már leülök a gép elé, bekapcsolom, és megnézem, hogy milyen ajánlatok vannak fönn a webáruházakban. Melyiknek a legjobb az átfekvése, amelyik nekem legjobban tetszik, mennyire alatt tudják kiszállítani, milyen garancia van rá, van-e ügyfélszolgált, stb. Sorolhatnám végig. A webáruházaknak például 97%-a azért megy csődbe, tehát azért nem működik, mert nem megfelelően, tehát a hagyományos kereskedelem szerint akarják működtetni. Nem így működik. Mert hiába van egy webáruházat fönn a neten, ha nem tudják, mert mit tudom én, a Google-in csak a 30. vagy a 40. oldalon szerepel. Ha egy weboldalt elkezdesz tisztességesen működtetni, elkezdesz állandóan tartalommal feltölteni, akkor azt a Google behozza az első 10-be. Az emberek általában 10-15 ajánlatot megnéznek, és utána mennek tovább. Ugye? Ezeket mind meg kell tanulni, mind el kell sajátítani. Tehát én azokat az embereket várom, akik nyitottak, és hajlandók egy új vállalkozást megtanulni, az internet marketinget, vagy magyarul online marketinget. Én körülbelül, megmondom őszintén, 15 ember után lezárom a jelentkezést, mert 15 embernél többel nem tudok foglalkozni, nem tudom nekik hűen átadni azokat az ismereteket, amivel el tud indulni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Alul lesz egy jelentkezési lap. A jelentkezési lapra, aki megadja a nevét, e-mail címét, annak küldök lehet, hogy egy PDF-et, vagy 2-3 hasonló videót, amiből egy kicsit többet meg fog tudni tanulni. Tehát látja azt, hogy tulajdonképpen mit kell megtanulni, mit kell elsajátítani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, további szép napot kívánok mindenkinek!